Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Slinglov Sándor vagyok, a Még Nincs Neve gyülekezet egyik vezetője is. Tegnap a nyugalomba való bemenetel témáját vetettük fel, és azt ígértük, hogy emellett maradunk, és mennyire kedves is ez a téma. A modern ember milyen nagyon vágyik a nyugalomra. Ez az, amit talán a világunk, az életstílusunk, a kultúránk a leginkább Elvett tőlünk. Ez az, amivel talán leginkább meg akar rabolni. A hétköznapi üzötség kulturálisan elfogadottá vált, és teljes természetes részévé az életünknek. Az aggodalom, a jövő miatti szorongás, vagy ugyanakkor a másik oldala a, a jövőben bekövetkező pozitív események iránti vágyakozás, és a, az élet jelenlegi elhalasztása csak azért, mert az, ami a jövőben bekövetkezhet, még nincs meg, ezt hívja azt hiszem a Biblia kívánságnak. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ne lehetnének vágyaink, ne lehetnének álmaink, hogy ne lehetnének, de az egy hazugság, hogy nem élhetek teljes életet, anélkül, hogy a vágyaim benne teljesülnének. Valójában mindenem megvan ahhoz most, Isten áldásai, Isten ígéretei és jelenléte által mindenem megvan ahhoz, hogy teljes életet élhessek. Úgyhogy Isten nagyon nagy hangsúlyt fektet rá, hogy menjünk be ebbe a nyugalomba is. Egy nagyon jó kérdés az, hogy miért, ugye? Zsidó 4.1-ben olvastuk, hogy gondosan ügyeljünk arra, hogy le ne maradjunk erről a nyugalomról. Itt valójában a félelem szót használta, a fóbeó szót az ige, nagyon erőteljesen felszólít arra, hogy, 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 hogy nyugodjunk. Um, és vajon miért ilyen fontos ez? És ha a következő verset olvassuk, megértünk egy csomó mindent belőle. Mert azt mondja, nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, mi bemegyünk abba a nyugalomba. Tehát, hogy akik nem mentek be, azok azért nem mentek be, mert nem hittek. A hit szót talán a bizalom szóval is helyettesíthetem, a hit bizalom valójában összekapcsolható. Tehát önmagában az, hogy tudok valamiről, Isten tett egy ígéretet, hogy mindig velem lesz, soha el nem hagy, aki a, 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 a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Tesz egy ígéretet, és én erről tudok, de nem keverem hittel, azaz nem juttatom el egy olyan megértési szintre az elmémben, a szívemben, hogy én abban bízzak is, hogy abban igazán megnyugodjak, hogy arra rátámaszkodjak. És a szívem nyugtalan marad, nem keverek hozzá hitet, és nyugtalan marad. És azt állítja az Ige, hogy mi, akik hiszünk, mi megyünk be abba a nyugalomba. Nem csoda, hogy Isten ilyen nagy hangsúlyt fektet a nyugalomba való bemenetelbe, mert azt gondolom, hogy a um, hittel együtt a nyugalom jár, és a hitetlenséggel együtt a nyugtalanság. És ezzel nem terhet akarok rátenni, hogy miért vagy hitetlen, hanem csak rá akarok mutatni arra, hogy, hogy Isten ígéreteit, Isten hatalmas evangéliumát, óriási elképesztő örömhírét, mi szerint ő mindent rendbe hozott. Olyannyira, hogy ő maga is megnyugodott, és mi is megnyugodhatunk, muszáj komolyan bennünk. Muszáj ezen gondolkoznunk, muszáj válaszként nyújtani a szívünknek a nyugtalansággal szemben. Igyekeznünk kell bemenni abban a nyugalomba. És ez egy elmebeli kihívás, egy gondolkodásmódváltoztatás, az elme megújítása, ami, amit, amit érdemes megtenni, bemenni abban a nyugalomba, akár úgymond munkaárán is elmélkedni, gondolkozni rajta, hogy Isten ígéretei hogyan is válnak valósággá. Ha Isten velem, kicsoda ellenem, és ez a ha nem egy feltételes mód, hanem mivelő velem van, kicsoda lehet ellenem. És az én nyugtalankodó szívemnek ezt válaszként minden nap odaadhatom. Mert bizony, hogyha megmaradok ebben az aggodalomban, ebben a nyugtalanságban, annak az egyetlen végső és, és maradandó oka az lehet, hogy valójában nem bízom, nem hiszek Istenben, Istennek. Úgyhogy meggyőzöm a szívemet arról, hogy bizony bíz benne, és magasra emelem az ígéreteket. Valahonnan innen fogjuk folytatni holnap. Köszönöm a figyelmeteket.